Árvízvédelmi készültség árad a Tisza, ezért több szakaszon első vagy másodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el az OVF. Több milliós fejlesztés, 28 millió forintból fejlesztik a nevelőszülői hálózatot Máté Szalkán. Új autók a rendőrségem, 80 új személygépkocsit kapott a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság. Árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Tiszánál. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az árhullám a hajnali órákban Vásárosnaményban, majd Záhony térségében tetőzött, Tokajban pedig már másodfokú készültségi szint várható csütörtökön. Az árhullám egy üres mederbe érkezik, ezért a lakosság nincs veszélyben, közölte az OVF sajtószóvivője. Közel 600 km hosszan rendeltek el árvízvédelmi készültséget a kelet-magyarországi folyókon, ebből több mint a felén elsőfokú a készültség, 230 km-en pedig másodfokú. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a Tisza mellett a Szamos, a Túr és a Kraszna is árott. A Tisza kedden hajnalban tetőzött Vásárosnaménynál kevéssel a másodfokú készültségi szint alatt, a felette lévő szakaszon lassú apadás várható. A mellékfolyók többsége is tetőzött már, de a szakemberek szerint itt is lassan fog csökkenni a vízszint. Nem segíti az apadást a Bodrogon érkező árhullám sem, ott elnyúló áradásra készülnek, és valószínűleg a harmadfokú készültséget is elrendelik. Tokajnál csütörtökön várható a tetőzés, a Tiszalök alatti szakaszon pedig a karácsonyi ünnepek alatt fog emelkedni a vízszint. Az Országos Vízügyi Igazgatóság szóvivője szerint a lakosság azonban nincs veszélyben. Szerencsére ez az árhullám ugye egy nagyon-nagyon üres mederbe érkezett, tehát nagyon kevés volt a víz, mint a Bodrogon, mint pedig a Tiszában is, illetve az is fontos, hogy a mellékfolyókon, a Hernádon, a Sajon nem érkezett sok víz, tehát bőven van helye a víznek, ez pedig azt jelenti, hogy a mederben marad majd a víz, tehát szerencsére ilyen jellegű veszélyek nincsenek. A szokatlan decemberi árhullám a folyók vízgyűjtő területén esett nagy mennyiségű csapadék miatt alakult ki. Kárpátalján volt olyan rész, ahol két nap alatt több mint 100 mm eső hullott le, a magasabb területeken pedig a hó is elkezdett olvadni. Közben a belvízzel is küzdenek a szakemberek, a megyében két szakaszon első, további kettőn pedig másodfokú készültség. Több mint 28 millió forintból fejlesztik a nevelőszülői hálózatot Máté Szalkán annak érdekében, hogy az kompetens és korszerű legyen. A projektnek két része van, ez egyrészt eszközfejlesztést akar, fejlesztő, egészségügyi és háztartási gépek tekintetében, másrészt pedig oktatást szerveznek a nevelőszülők részére. A kormány célja, hogy minden 14 éven aluli gyermek családban nőjön fel. A Máté Szalkai rendezvényen az is elhangzott, az elmúlt években csökkent a nevelőszülők száma, amíg az ellátásban résztvevő gyermekek száma nőtt. Újabb projekt indul Máté Szalkán a nevelőszülői hálózat fejlesztésére. Ez azokat a gyermekeket érinti, akik hatósági intézkedés által kerültek ki családjukból. A program célja, hogy a gyermekeket minél nagyobb arányban tudják családoknál elhelyezni, azonban az elmúlt években folyamatosan csökkent a nevelőszülők száma. Az ellátást igénybe vevő gyerekek aránya azonban emelkedik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózata jelenleg 51 nevelőszülővel és 170 engedélyezett férőhelyel működik, rendelkezik. Ugye ehhez a munkához kapcsolódóan 2017 nyarán egy FOP 2214-es kiírást, illetve felhívást csatlakozott, aminek kapcsán mi beadtuk a saját pályázatunkat, ami megvalósítási szakaszba ért, hiszen megnyertük ezt a támogatást. Egyébként a pályázatunk címe Origó, kompetens és korszerű nevelőszülői ellátás Máté Szalkán. Ahogy a cím is mutatja, gyakorlatilag a nevelőszülői hálózatunknak a hatékonyságát szeretnénk szervezetfejlesztéssel erősíteni. A programra 28,3 millió forintos, 100%-os támogatást kaptak, tette hozzá Javenszky József. Gyakorlatilag két nagy része van, eszközbeszerzés, illetve a szervezet hatékonyság növelése különböző foglalkozások által. Az eszközök beszerzése az gyakorlatilag három nagy részre bomlik, fejlesztő eszközök, egészségügyi eszközök, illetve háztartási gépek kerülnek majd beszerzésre, illetve a beszerzett fejlesztő eszközökhöz kapcsolódóan a nevelőszülőink számára egy oktatást fogunk tartani, ami az ő kompetenciájukat fogja növelni, és egyúttal meg is tanítjuk őket ezeknek az eszközöknek a helyes használatára.
A projekt része, hogy egy kapcsolattartó szobát is kialakítanak majd. Ennek célja, hogy a gyermekek vér szerinti rokonaikkal normális körülmények között tudjanak találkozni. A rendezvényen a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a kormány célja a támogatásokkal, hogy minden 14 éves gyermek családban nőjön fel. 80 darab új autót kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. A speciális felszereltségű 0 kilométeres gépjárműveket kedd délelőtt adta át munkatársainak a megyei rendőrfőkapitány Farkas József. A rendőrségi fejlesztések első állomása a régi autók cseréje. Speciális felszereltségű 0 kilométeres rendőrautók érkeztek szolgálatra Szabolcs megyébe. A rendőrség munkájába a gyors reagálás, a szolgálati feladatok biztonságos ellátása alapvető követelmény, amelyek teljesítése elképzelhetetlen az elhasznált, magas futó teljesítményű gépjárművek folyamatos amortizációs cseréje nélkül. A megyei rendőrfőkapitányság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg rendőrfőkapitányság kapott 80 darab megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművet, amelyik egy nagyon fontos és egy nagyon alapos frissítést a gépjármű parkunknak. Ahogy szoktuk fogalmazni, a csíkos kocsiknak mintegy egyharmada kerül úgymond amortizációs cserében átforgatásra, és én örömmel tudtam átadni munkatársaimnak ezt a gépjármű parkot. Nagyon modern kocsik vannak benne, Audi, Volkswagen, Suzuki és más típusok, amelyek jól fogják szolgálni a munkatársaimnak a feladatellátását, és hát elsősorban a megye lakosságát. Ezek a gépjárművek alapvetően közterületi szolgálatot látnak el, hiszen egyenruhás kollégák vezetik. Ezeknek a kocsiknak a szolgálatba állításával a rendőrségi gépjármű park jelentősen megfiatalodott. A rendőrségi fejlesztések tekintetében ez az első lépcső, amelyről Magyarország kormánya döntött, hogy az elhasználódott gépjárműveket lecserélik. Ez a 80 kocsi biztosítja azt, hogy az átlag életkor a korábbi 7 évről, ami egy szolgálati gépjárműnál fennállt, a megkülönböztető jelzésnél alig 2 évre csökkent. Sokkal modernebbek. Ezekben a felszerelések már biztonságosan elhelyeztetők, úgy vannak kialakítva. Összkerék meghajtással több típus belőlük. Téli-nyári gumival szerelték fel. Megfelelő szerviz háttérrel hozzá rendelkezésre 5 éven keresztül, vagy 200 000 kilométer futás teljesítményig. Olyan fényhidak vannak rajta, amelyek alkalmasak az állampolgárokat tájékoztatni egy-egy baleset helyszínén, írásos szöveget kivetítve. Szóval ez a korcímonak megfelelő, nyugodtan mondhatom is a munkatársaimnak, balesetmentes vezetést és kevés munkát kértem hozzá. A rendőrgépjárművek amortizációs cseréje folyamatos az országban. 2018-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is várható újabb szolgálati járművek érkezése. Minden idők legsikeresebb nemzeti konzultációját zárja a kormány. A soros tervről szóló kérdőívet mintegy 2,3 millióan küldték vissza, közölte Simon Miklós országgyűlési képviselő nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hazánk jelenleg Európa egyik legbiztonságosabb országa, jó példaként szerepel a tagállamok között. A kérdőívek jelenleg is feldolgozás alatt állnak, de az eddigi eredményekből már most látható, hogy a lakosság nagy része elutasítja a milliárdos tervét. Ez a kormány számára egy újabb mandátumot jelent, mert hogy nem mindegy, hogy 2,3 millió polgár támogató nyilatkozatával mehet Orbán Viktor miniszterelnök úr Brüsszelbe tárgyalni, vagy pedig, mint ahogy láthatjuk sajnos Németországban, egy kisebbségi kormányzás néz ki. Úgyhogy nem mindegy, hogy Európa milyen stabilitást mutat. Az ablakon keresztül érkeznek a karácsonyi ajándékok a gyermekekhez Nyíregyházán a Józsa András oktatókórházban. A különleges meglepetésben a város tűzoltói működnek közre, akik emelőkosaras jármű segítségével a magasból lepik meg a kis betegeket. A nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság emberei évek óta tartanak rendszeresen gyakorlatokat az egészségügyi intézményben. Idén az első alkalom, hogy az adventi készülődésbe is bekapcsolódnak. Tűzoltókocsi gördült be ma délelőtt Nyíregyházán a Józsa András Oktatókórház gyermekosztályához, majd az emelőkosárral a magasba emelkedtek a tűzoltók. De nem tűzesethez riasztották a katasztrófa védelem munkatársait, és nem is gyakorlatozni érkeztek az egészségügyi intézménybe. Egy különleges meglepetéssel készültek a beteg gyerekeknek, egészen egyedi módját választva az ajándékok átadásának. Ezt a gépezetes tolólétrát, amely a magasból akár ugye életeket is tud menteni, egy jótékonysági segítségkéréshez hívták ide a Józsa András Oktatókórházba, egészen pontosan a 3. emeleten lévő gyerekosztály lakóit látogatják meg, az adomány eljuttatásához kérték a tűzoltók segítségét. A segítségnyújtás pedig a tűzoltóság számára nem csupán a hétköznapi munkában fontos. A tűzoltók pedig, ha a gyerekekről van szó, akkor ugye
előtérbe helyezik őket, hiszen akár egy közúti balesetnél a beavatkozásnál mindig megérinti jobban a beavatkozó állományt a gyerekek jelenléte, de most egy örömteli pillanatban pedig az ajándék eljutatásában tudnak segíteni. A József András Oktatókórház évek óta jó kapcsolatot ápol a nyíregyházi hivatásos tűzoltókkal, akik számos gyakorlatot is tartottak már az intézményben. Az idei az első alkalom, hogy a beteg gyermekek karácsonyi készületében is segítenek. A kisgyerekek mindig érzékeny téma, nekünk orvosoknak is érzékeny téma. Én azt szoktam mondani, ezek a kis harcosok, mert ők harcosok, harcolnak az életükért és harcolnak az egészségükért. Példamutatást tudnak nyújtani itt most a katasztrófa, akik szintén harcolnak a mi életünkért. Úgyhogy én azt gondolom, amikor emögött a dolog miatt a szeretet áll, akkor így most karácsonytáján ettől szebb ajándékot nem is kaphatnánk. A nyíregyházi tűzoltók nem csak a kórházban kapcsolódtak be a karácsonyi készületbe, többek között oktatási intézményekben is segítkeztek, illetve a megyeszékhely karácsonyfájának felállításában is közreműködtek. A József András Oktatókórház pedig a tűzoltókon kívül további meglepetésekkel, apró ajándékokkal és karácsonyfával próbálja szebbé varázsolni azon gyermekek karácsonyát, akik az intézményben kényszerülnek tölteni az ünnepeket. Magyarország ezer éves nyelvi kultúrája és keresztény gyökere arra jogosítja fel a lakosságot, hogy megvédjék saját hazájukat, közölte Kovács Sándor országgyűlési képviselő Máté Szalkán. Hozzátette, Soros György ellenkampányba kezdett Magyarországon, és azokat a pártokat próbálja megszólítani, akik támogatják Brüsszel bevándorlás politikáját. Magyarország a népesség növekedését a magyar családok támogatásával próbálja elérni, közölte Kovács Sándor. Magyarországon majd a család politikai rendszerrel és támogatási rendszerrel próbálja meg azokat a társadalompolitikai eseményeket rendezni, amit az Európai Unióban nem ebben akarnak, hanem illegális bevándorlással. Tiltakozunk az ellen a eljárás ellen, ahogy félresöprik ezeket az indokokat. Nem vagyunk most már egyedül, a V4-ek minden miniszterelnöke kijelentette, hogy nem támogatja, és elértük azt, hogy az Európai Unió első embere Donald Tusk és úgy nyilatkozott, hogy az erőszakos elosztás nem megoldás a migráció kezelésére. Legutóbb december 15-e és 17-e között szervezett TISZPOL ellenőrzést Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a rendőrség. A céljuk az ittas vagy bódult állapotban lévő vezetők kiszűrése volt. A három nap alatt összesen 14.159 sofőrt állítottak meg a megyében, közülük 20 fő bizonyult ittasnak. Ezért a rendőrség 15 vezető ellen büntető eljárást, 5 fő ellen pedig közigazgatási hatósági eljárást indított. A kontroll során 68 kerékpárost is ellenőriztek, közülük egy fővel szemben kezdeményeztek közigazgatási hatósági eljárást. A Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle már az 52. év folyamánál tart. Az év negyedik lapszámát mutatták be hétfőn a könyvtárban, amely az idén 200 éve született Arany János előtt tiszteleg. Ennek apropóján irodalomtörténészek, írók és költők fogtak össze, hogy a komoly költő munkájának egy humorosabb oldalát is bemutassák az olvasónak. A Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle 52. év folyamának negyedik lapszámát mutatták be hétfőn a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A folyóirat legújabb száma Arany Jánosról és munkásságáról szól, hiszen a költő 200 éve született. A szemle szerkesztősége a könyvtárban működik, amely egyben a kiadó is. Megyei könyvtárként nagyon fontos, hogy a megyénkben lévő kulturális szellemi értéket közvetítsük az olvasók felé, mert még hiába a digitális korszak és a digitális világ, úgy gondolom, hogy az olvasók és az állampolgárok szívesen veszik kézbe a hagyományos nyomtatott könyvet, nyomtatott sajtót, bár tény, hogy egyre nagyobb teret hódít az elektronikus formája is. A szemlének is van elektronikus formája. Megkeresett minket például az EBSCO kiadó is, és ott is fogjuk majd terjeszteni. Az Arany János emlékév kapcsán született az ötlet, hogy a Nyíregyházán élő írók, költők, irodalomtörténészek és professzorok megemlékezzenek a költőről, és különleges formában foglalják munkáját.
Az aranyblokknak van egy olyan része, amely úgymond a komoly irodalom, vagy irodalomtörténet és nyelvészet dolgozatait teszik közzé. Valamint van egy másik része, egy második része, amely a vidám Arany Jánosról szól, azaz, hogy néhányan összeálltunk, szövetkeztünk arra, hogy megírjuk többek között Arany János, Petőfi Sándor és Tompa Mihály eddig meg nem írt levelezését egy ilyen posztmodern játék keretében, és mindezt a Vidor Fesztivál kapcsán jelenítettük meg. Ezt a Vörös Posta kocsi megjelentette, majd a szöveg finomítása után most a Szemlébe is bekerült. A folyóirat nem csak az írók számára fontos, a megyei önkormányzat is segíti a lap működését. Több évtizedes múltra tekint vissza a Szabolcs-Szatmár Beregi Szemle, egy fontos szellemi műhely a megyében alkotóknak, akár tudományos műhelyről, akár pedig esztétikai irodalmi alkotásokról van szó, egy fontos megjelenési lehetőség, és azt gondolom, hogy az elmúlt években kinőtte a provinciális jellegét is, és nagy merítési bázissal igazán országos figyelemre tartott számot a Szemle. Volt egy időszak, amikor sajnálatos módon szünetelt, aztán ugye rendeződött a megyei önkormányzat anyagi helyzete, mi is az önkormányzat is rendszeresen hozzájárul évről évre a Szemle kiadásához. A 2017-es év utolsó szemléjét az idén több díjat is elnyert Nagy Csuka versei színesítik. Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Fuxtec Sunshine műfüves teremlabdarúgó tornát. A legnagyobb pénzdíjazású tornának ezúttal is a Filos sportcsarnokat helyett, december 28-án és 29-én. 32 csapat jelentkezhet, azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel a sajtótájékoztatón bejelentették, hogy akár egy nappal korábban is elkezdődhetnek a meccsek. A legjobbak között 500 ezer forintot és tárgynyereményeket is kiosztanak. Idén is megrendezik a Fuxtec Sunshine műfős teremlabdarúgó tornát. A nyolcadik tornán is az MLS biztosítja majd a kispályás labdarúgásban jártas játékvezetőket, akiket a csapatok is elfogadtak. A Filó sportcsarnok évről évre több szurkolóval telik meg, és a csapatok részéről is folyamatosan nő az érdeklődés. Azt tudom mondani, hogy még a meghirdetése előtt a csapatoknak a zöme jelezte, hogy ők idén is részt szeretnének venni, hisz még nem is tudták a pontos dátumot, de ők mondták, hogy szeretnének jönni. A pontos dátum az december 28-29-én lesz, tehát két ünnep között. 32 főnél húztuk meg a határokat, a létszámot illetően, és már az elején 10-15 csapat jelezte, most 30 csapatnál járunk. Az esemény színvonalát jelzi, hogy egyre több játékos akar részt venni a tornán. Ezért a szervezők bejelentették, amennyiben igény van rá, lehetőséget biztosítanak arra, hogy már 27-én délelőtt elkezdődjenek a meccsek négyes csoportokban, 2x12 perces játszmákkal. A körmérkőzések után a csoport két legjobbja jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. A pálya 20x40 méteres, a kapu 5x2 méter, a csapatok pedig 5+1 főből kell, hogy álljanak. Az egyik legnagyobb pénzdíjazású torna ez, és 500 ezer forint az összdíjazás. Ebből az első helyezett kap 200 ezer forintot, a második 150 ezer forintot, a harmadik 100 ezer forintot, és a negyedik is díjazva van, ez 50 ezer forintot kapnak. Úgyhogy mind pénzdíjazásban nagyszerű, de tárgynyereményekben is rengeteg ajándék vár az élvonalbeli csapatokra, meg a legjobb góllövőre, a legjobb kapusra, csapatok legjobbjaira, úgyhogy érdemes még mindig nevezni. December 21-ig lehet jelentkezni a tornára a focicsarnok.hu oldalon található nevezési lap kitöltésével és a 30 ezer forintos nevezési díj befizetésével. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Tiszán. Az árhullám a hajnali órákban Vásárosnaményban, majd Záhony térségében tetőzött, Tokajban pedig már másodfokú készültségi szint várható csütörtökön. Az árhullám egy üres mederbe érkezik, ezért a lakosság nincs veszélyben, közölte az OVF sajtó szóvivője. Több mint 28 millió forintból fejlesztik a nevelőszülői hálózatot Mátészalkán annak érdekében, hogy az kompetens és korszerű legyen. A projektnek két része van, ez egyrészt eszközfejlesztést akar, fejlesztő, egészségügyi és háztartási gépek tekintetében, másrészt oktatást szerveznek a nevelőszülők részére. A kormány célja, hogy minden 14 éven aluli gyermek családban nőjön fel. A mátészalkai rendezvényen az is elhangzott, az elmúlt években csökkent a nevelőszülők száma, amíg az ellátásban résztvevő gyermekek száma nőtt.
80 darab új autót kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. A speciális felszereltségű 0 kilométeres gépjárműveket kedd délelőtt adta át munkatársainak a megyei rendőrfőkapitány Farkas József. A rendőrségi fejlesztések első állomása a régi autók cseréje. Önök a Költség Televízió híradóját látták december 19-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik holnapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is hideg, változóan felhős időre lehet számítani. Észak-észak-kelet felől váltakozó nedvesség tartalmú, továbbra is hideg levegő áramlik térségünkbe. Az éjjeli órákban gyengén és közepesen felhős időszakok váltakoznak. Csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában mínusz 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a változó felhőzet mellett néhány órás napsütés is várható, főként a nap második felében hószálingózás, gyenge havazás is előfordulhat. A nyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra mindössze mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hét közepétől a rövidebb napos időszakok mellett többnyire erősen felhős lesz az ég, és több alkalommal számíthatunk csapadékra. A havazás, havas eső mellett főként napközben eső is előfordul. Szombaton hideg front vonul át felettünk, hatására sokfelé megerősödik az északnyugati szél, és záporok, hózáporok teszik változatossá az időjárást. Vasárnaptól enyhül az idő, de eleinte még sok lesz felettünk a felhő. A jövő hét elején már az ilyenkor elvárhatónál lényegesen enyhébb időre számíthatunk.